Július 2-án szombaton újra megtelik élettel a Bátai sziget, hiszen két év kihagyás után idén megszervezik a falu egyik ikonikus rendezvényét, a Keszek Fesztivált. Az esemény némileg eltér majd a megszokottól, hiszen több olyan elemet is tartalmaz majd, amik korábban nem ezen a programon jelentek meg. De most úgy próbáljuk megszervezni a Keszek Fesztivált, hogy a belépés ingyenes lesz, minden a régi lesz, tehát fellépők lesznek, ellenben a produktumban szerepel a sárközi lakodalomnak az összes sárközi település táncosainak részvétele itt délután. Ugyanis elsőként itt mutatják be a 2023-as sárközi lakodalom menyasszonyát és vőlegényét. De mivel a falunap is elmaradt, az elszármazottak találkozóját is ide szervezik idén. Lesz borkostoló, főző és halsütő verseny, amit a látogatók is megízlelhetnek, de a sztár fellépő sem maradhat el. Kettő órakor lép színpadra Varga Feri és Balási Betty, majd őket követik a környék néptánc egyesületei, Este egy már hagyományos gezarol koncert lesz, amit egy éjszakában nyúló kecsabuli követ majd. Büfé lesz, happartitól kezdve, hát ami elképzelhető a gyerekeknek, festés, arcfestés, tehát kézműves sátor lesz, ahol a gyerekek játszhatnak, szórakozhatnak, a kézművesek is bemutatják portékáikat, tehát egy ilyen összkavalkádot szeretnénk, egy igazi nyári programot itt aki nagyobb társasággal érkezik, esetleg főzni vagy halat sütni is szeretne, a turisztikai központnál foglalhat asztalt. De az sem marad éhen, aki nem főz. Sült kárászt, keszeget vagy halászlét jegyre is lehet majd vásárolni, de csak saját felelősségre, hiszen aki egyszer bátán keszeget eszik, annak szíve mindig visszavágyik.